Szabadka élen jár a szennyvíztisztításban, ugyanis az egyik legkorszerűbb víztisztító működik a városban. Az elkövetkező 3 évben 2 újabb víztisztító épül, ezúttal Bajmokon és Csantavéren, valamint a szennyvíz elvezető hálózat 110 kilométernyi csatornával bővül. Szennyvíz, kommunális hulladék és veszélyes hulladék címmel több napos konferenciát tartanak Szabadkán. Az eseményen bemutatják a Tiszta Szerbia elnevezésű programot is, amelyben Szabadka város is részt vesz. Úgy Csantavér, mint Bajmok, de a város polgárai számára is ez egy nagyon jelentős beruházás, hiszen 110 km szennyvíz csatorna ilyen rövid idő alatt, 3 év alatt soha nem épült fel a városunkba. 2 tisztítóval együtt, és én azt hiszem, hogy ez hogy nagy segítség a polgároknak, hogy jobb életkörülmények között éljenek a 21. században. A rendezvény célja a tapasztalatcsere és az Európai Uniós jogszabályok alkalmazása ezeken a területeken. A jobb köztisztaság érdekében Szabadkán az elkövetkező hetekben 6 illegális szemétlerakót számolnak majd fel. A regionális hulladéktárló is azért jött létre, illetve későbbiekben, amit megnyitunk hulladékudvarokat is, hogy minél kisebb rizikója legyen annak, hogy ezek az illegális hulladéklerakók megjelennek. Emellett egy igénynek meg kell, hogy jelenjen maga a polgár részéről, egy nagyon erős környezettudatosságnak és egyfajta fegyelemnek, ahol igénye van arra, hogy vigyázzon saját környezetére és természetére. Az 51. alkalommal megszervezett konferencián a szennyvíz és a kommunális hulladék kezelésén kívül a veszélyes hulladék témakörében is tartanak előadásokat.